Kánikulában, kórházban. Mint mindenki, a Kanizsai Dorottya kórház betegei és dolgozói is szenvednek a nyári kánikulától. A nagy melegben leginkább az időseket és a kisgyermekeket veszélyezteti a kiszáradás. Speciális helyzetet teremt ez az időszak a betegellátásban is, hiszen a szívbetegeknél is megnő az egészségügyi kockázat. A nehéz fizikai megterhelésnek kitett egészségügyi dolgozóknál is nagyobb odafigyelést igényel a nyári időszak. Ezért a kórház vezetősége mind a dolgozók, mind az ellátottak számára védőitelt biztosít, a kiemelten munkaigényes területek pedig légkondicionáltak. Ezek az intenzív osztály, a műtőblokk, a szülészeti egység, a mikrobiológia, a korbonctan és a radiológiai osztály egyes részei. A nyári meleg mindenképpen megterhelő mindenki számára, mind a betegeknek, mind a dolgozóknak. De hát tekintve azt, hogy az idei február volt a legmelegebb hónap az elmúlt 100 évben a februárok közül, és minden hónap melegebb, mint ami az elmúlt időszakban volt. Ezért azt gondoljuk, hogy ezzel a kérdéssel sokkal komolyabban kell a jövőben foglalkozni, mint ahogy eddig foglalkoztunk.